Ribányi József vagyok, Tolna megyei önkormányzat alelnöke, Tolna megyét képviselem és a Dél-Dunántúlt a régiók bizottságában. A véleménytervezet címe alacsony kibocsátású mobilitás stratégiája az Európai Unióban. Két dologból is fontos, egy, környezetvédelmi előírásoknak tudunk megfelelni, kettő, az olcsó és a decentralizált megújuló energiával tudjuk a gazdaságunk erejét mobilitás fokozásával növelni. A városoknak óriási lehetőséget nyújt, hiszen az intermodalitással, az aktív közlekedéssel és az energetikai közlekedési hálózatok összekötésével a digitális térben mindenképpen előnyhöz, gazdasági potenciálhoz és tiszta levegőhöz jutnak, amik szintén segítenek a párizsi szerződésekben előírt céloknak az elérésében. Az én régiómnak különösen fontos, hiszen a helyben termelt, tárolt és fogyasztott energia a legtisztább energia. A tiszta bioenergia, amivel az én térségem rendelkezik, mindenképpen gazdasági előnyeket jelent majd a jövőben, mind gazdaságilag, mind demográfiailag, és mind pedig környezetvédelem szempontjából.